Sok más településhez hasonlóan Kemecse városában is reagálni kellett a háború következtében kialakult energiaválságra. Miután az önkormányzat épületének többségéről elmondható, hogy energetikailag korszerű, bezárásokat nem kellett alkalmazni, de minden intézménynél takarékoskodnak a fűtéssel és az áramfogyasztással. Azt ugyanakkor még nem tudják, mire számíthatnak 2023 első heteiben, hónapjaiban. Úgy látjuk, hogy ez a nagyságrend, ami ránk szakadt, és az a jellegű, hogy olyan nem kiszámítható, instabil közeg, amely az energiárakat veszi figyelembe, ez nem lehet tudni, hogy mi van most, mi lesz délután és mi lesz estére, olyan jellegű energiárakat kell lekövetni, amelyet kell egyszerűen, ez nem lehet, hogy finanszírozással tudjuk még bírni egy darabig, mint önkormányzatok, mindenképpen szükségünk lesz segítségre, az állam ebben gondolkodik, előkészületi munkálatok vannak, amelyről minket tájékoztattak, és bízunk benne, hogy 2023-as esztendőben lesz olyan jellegű közös gondolkodás, hogy ezt a problémát fogjuk tudni kezelni, de természetesen, mint minden energia ár tekintetében, akár a gáz, akár a villamos energia ár, hogy lesz-e, ha lesz-e, mennyi lesz, ez teljes mértékben kiszámíthatatlan. Szeptemberben kezdődött meg Kemecsén az ipari park és az odavezető út építése, melyre csaknem 1,3 milliárd forintot fordíthatott a város. Új 56 férőhelyes bölcsőde is épül a járási központban, szintén több mint 1 milliárd forintból. A beruházást a helyi református egyházközség uniós és állami támogatásból, valamint saját forrásból valósítja meg. Számos fejlesztésünk van, amelyeket most is viszünk. Van olyan fejlesztésünk, amely épp a befejezés stádiumában átadás átvétel sikeresen lezárult. Egy nagyon fontos projektünk ez az ipari park és a ott megközelítő út és a hozzá csatlakoztatott közműveknek a témakörében egy közel 1,3 milliárdos beruházást tudtunk befejezni. Itt a 100-as vasútvonalon egy új vasúti átkelőt is megvalósítottunk. Ez volt ebben az esztendőben a mi legnagyobb projektünk, és hála Istennek ezt határidő előtt sikerült befejezni, mert a befejezési határideje december 31-e lett volna, úgyhogy üdvözlendő. Más dolgokkal is természetesen foglalkozunk, nem csak az önkormányzatnak, hanem az egyháznak is vannak fejlesztései. Éppen egy bölcsőde beruházás van folyamatban, egy új négy csoportszobás bölcsőde, amelynek a készültségi foka már meghaladta az 50%-ot. Lipők Sándor hozzátette, a 2021-ben befejezett zöldváros projekt folytatásaként szeretnék a következő hónapokban tovább szépíteni a város központját. Emellett zajlanak a tárgyalások arról is, hogy hová épüljön új mentőállomás. Az önkormányzat bízik benne, hogy ezt a beruházást is meg tudják valósítani 2023 első felében.